A magyar szó első száma még a II. Világháború alatt. 1944. december 24-én jelent meg Szabadvajdaság címmel. Ezt 1945. szeptember 27-én magyar szóra változtatták. Alapítói Gál László, Kek Zsigmond, Lévai Endre és Majtényi Mihály voltak. A magyar szó az identitásunk megőrzésének egyik alap oszlopa. Tehát az mellett, hogy tájékoztat, őrzi a magyar nyelvet, ápolja történelmünket. És úgy hiszem, hogy mindannyiunk életébe egy nyugalmat, egy bizalmat kölcsönöz. Az egyetlen vajdasági magyar napilap mögött mozgalmas 7 évtized áll. Azt hiszem, hogy lefújtuk a 7 évtized porát a lapról, és felráztuk egy kicsit, és egy modern, küllemű újságot terveztünk. Persze ragaszkodtunk a hagyományokhoz, megmaradtak a klasszikus rovatok, megmaradt a fejléc, azon csak egy icipicit változtattunk, tehát majd, hogy nem ugyanolyan, mint 70 évvel ezelőtt, és hát a belső rovatokat meg egy kicsit felráztuk. A lap szerkesztősége nagy hangsúlyt fektet arra, hogy egy-egy város, falu, magyar ajkú olvasói is megtalálják a lapban önmagukat. Én valamikor 10 éves korom környékén kezdtem el lapozgatni és olvasgatni először a sportrovatot, és onnantól merészkedtem mind előbbre és előbbre. Nagyon hosszú ideig hátulról kezdtem olvasni a magyar szót. Nem tudom, hogy mikor változott meg ez a szokásom, most már a címoldallal kezdem, de azt gondolom, hogy márhonnan is kezdi az ember olvasni, rengeteg magyar embernek és rengeteg magyar családnak tartozik a mindennapi eleméhez. Az ünnepség keretében hagyományosan számos díjat osztottak ki. Emellett megköszönték a Magyar Nemzeti Tanácsnak, mint alapítónak és a támogatóknak az eddigi segítséget. Mindent megtenni azért, hogy bármennyire nehéz helyzetben van az írott sajtó, bármennyire az elektronikus világ felé, az internet világa felé hajlik el a magyar szó is, megtalálni a újság papírnak azt az illatát, a nyomda illatát, azt a szagot megőrizni, amely 70 éven át az itt élő magyarságnak mindig tudott újat mondani, mindig tudott olyat mondani, amelynek köszönhetően olvasója is volt ennek a lapnak. A lap idén Orbán Viktor magyar miniszterelnök által adományozott külhoni magyarságért díjban részesült Budapesten. Az ünnepség Lajkó Félix hegedűművész fellépésével zárult.